Első alkalommal adták át a Tolnaváros Németségért díjakat az idei 26. Tolnai Német Nemzetiségi Napon. Pedagógus kategóriában kapott elismerést Buher Erika, aki Tolnán született, szülei német származásúak. A német nyelvet az anyai nagyszülőktől és dédszülőktől sajátította el, utóbbival 6 éves korában tudott először találkozni Németországban. Családja a német hagyományokat a mai napig őrzi. Gyerekkoromban nem gondoltam én sem azt, hogy én ebből a német tudásból fogok megélni, egyáltalán nem. Pedagógus lettem, és a Tolnán a Vosinszki iskolában, az 5-ös utcai iskola alsó tagozatában tanítottam németet 40 évig, a nemzetiségi németet. Először tanítóképzőt végeztem, és akkor utána pedig az ELTE-nek a bölcsészkarán a német tanári szakot, de ennek ellenére én kicsiket tanítottam, tehát ugyanúgy maradtam az alsó tagozatban. Én ezt jobban szerettem, és örülök is, hogy ez így megmaradt. Később aztán elvégeztem még egy nemzetiségi kiegészítő szakot is, és egészen, tehát a 40 évet, teljes 40 évet így tanítottam végig, tehát ezt tanítottam a gyerekeknek. Aranyosak voltak a gyerekek, én pozitív dolgokra tudok igazából úgy visszaemlékezni. Én örülök neki, hogy a szülőkkel is igazán jó kapcsolatot tudtunk kialakítani, és a gyerekekkel is. És igazából, mikor ezt a díjat kaptam, akkor úgy gondoltam, hogy jó, ezt a díjat igaz, hogy én kaptam. De valahol a szülők és a gyerekek is kapták ezt, akik, ha kértem őket, akkor megtették azt, amit szerettem volna, hogy megcsináljuk. A Vosinszky Mór általános iskola idén nyugdíjba vonult német tanítója, pedagógusként is nagyon fontosnak tartotta megismertetni a gyerekeket a saját gyökereikkel. Diákjaival rendszeresen közreműködött német hagyományőrző rendezvényeken. A nyelvtanításán kívül tanultunk még abból is, amit az iskolán kívüli dolgok voltak. Több kirándulást, Gerezdlakra vittem én a gyerekeket a kollégáimmal együtt természetesen, ami egy nagyon szép kis hely, nagyon sok mindent lehet látni. Aztán voltunk még Mecseknádasdon a gyerekekkel, meg több helyen, ahol ilyen német tájházat lehet, Hajóson például a felső tagozatosokkal nem régen. Nagyon sok mindent lehet látni ezekben a tájházakban, és én úgy gondolom, hogy a gyerekekhez sokkal közelebb kerül így az, amit tanítanunk kell. Mert egy pár éve nem csak nemzetiségi németet tanítunk, hanem népismeretet is, és a népismeret tantárgyhoz ez igazán jól kapcsolódik. A nyugdíjba vonult pedagógus a legnagyobb problémának azt tartja, hogy napjainkban a szülők és ezáltal gyermekeik sem ismerik már a gyökereiket. Ezért örül annak, hogy díjazzák azokat, akik sokat tesznek a németség hagyományainak megőrzéséért. Szintén díjat kapott a Mözsi Német Nemzetiségi Klub. A jelenleg 20 taggal rendelkező egyesület 1991-ben alakult a helyi németség hagyományainak, szokásainak ápolása és a német nemzetiségi nyelv továbbadásának céljából. Pályázat útján tudjuk finanszírozni a mi tevékenységünket, és programjaink azok általában kötődnek a környékbeli németségnek a programjaihoz, szívesen elmegyünk fellépésekre az énekkarral, mert sajnos most már csak az énekkar működik. A tánccsoport az megszűnt 2006-ban, utánpótlás hiánya miatt, tehát nem jöttek már a gyerekek után, szólni kevesen voltak, és főleg a fiúk, és mindig az volt a probléma, hogy a fiúk vannak kevesen, és ezért így az abban maradt. Az énekkarba, hát klubtagokkal együtt, mert vannak az énekkaron kívüli tagjaink is, 20 fővel működünk. Sajnos a fiatalság nem jön énekelni, és nincs utánpótlásunk, de azért mi lelkesen járunk próbára, fellépésekre, rendszeresen részt veszünk minősítő versenyeken, ahol igen szép díjakat értünk el, 3 alkalommal kitüntetéses aranyat,
két alkalommal ezüstöt, dicséretes ezüstöt, most legutóbb aranyminősítést kaptunk. Rendszeres programunk, amit a klub szervez, az az adventi koncert. Hát ezt nem tudom, hogy az idei évben mit fogunk belőle megvalósítani. Sajnos az év idejében ez a koronavírus a mi programrainkra is rányomta a bélyegét, hogy úgy mondjam, tehát nem mehettünk sehova se fellépni, nagyon-nagyon kevés fellépési lehetőségünk volt. A klub elnökét hatalmas büszkeséggel tölti el, hogy elmondhatja, hogy a Mözsi Német viseletet az Egyesület tánccsoportja és énekkara ismertette meg Magyarországgal, és mutatta be külföldön is, ugyanis jártak Svájcban, Ausztriában és Németországban is. Ez a névviselet, erről azt kell tudni, hogy úgy terjedt el, amikor a mi klubunk megalakult, hogy a sváboknak a viselete. De ezt én mindig kihangsúlyozom, ez nem csak a sváboknak a viselete, mivel Mözsön a kitelepítés előtt három nemzetiség élt. A svábok voltak többségben, a tótok vagy szlovákok és a magyarok, mindenki ugyanezt a viseletet viselte. És hát nagy büszkeségünk, hogy 93-ban tradícióvédjegyet kapott a viselet, és 2017-ben bekerült a Tolnavárosi értéktárba és a megyei értéktárba is. Elmondható, hogy mindkét díjazott nagyon fontosnak tartja az őseik történetének megismertetését, a hagyományok megőrzését és azok átadását az utódoknak. Ha az ember nem ismeri a gyökereit, ha nem tudja, hogy honnan származik, akkor szárnyai sem nőhetnek.